Rendhagyó módon zárul a Keriben a tanév, mondta el televíziónak Kincses Tíme az intézmény igazgatója. Tanításmentes munkanapot, azaz diáknapot szerveztek, ahol a nebulók kikapcsolódhattak és találkozhattak a társaikkal, tanáraikkal. Nem online módon, mert fontosnak tartottuk, hogy a tanév lezárásával az osztályfőnökök, a kollégák találkozhassanak is a diákokkal, és hogy legyen ennek egy apropója, egy kicsit az elmúlt időszak ünnepeit is felelevenítsük. Azt gondoltuk, hogy történeti irodalmi sétát tesznek a diákok a városban. A 9. évfolyam a régi Csanád vármegye emlékhelyeit keresi fel, a 10. évfolyam osztályai Trianonhoz kötődő emlékhelyeket, a 11. évfolyam pedig József Attila nyomán keres fel szobrokat, épületeket. Hozzátette, azért is alakították így a programot, hogy a környező településről bejáró fiatalok is többet megtudjanak marosparti településünkről. Egy 9-es földelki fiatal megosztotta, hogy szerintem miért jó ez a rendhagyó alkalom. Kint vagyunk a szabad levegőn, megnézzünk egy-két emlékhelyet, és hát így jobban megismerjük a várost. Mint kiderült, az osztályok az évzáró ünnepségen tudják majd meg, hogy az évfolyamokban melyik csapat volt a legjobb.